Vörösmarty Mihály előszó. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember, mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött, lángolt a gondos ész, a szív remélt, s a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az ember üdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm s reménytől reszketett a lég, megszülni vágyván a szent szózatot, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölje. Hallottuk a szót, mélység és magasság visszhangozák azt, s a nagy egyetem megszűnt faragni egy pillantatig. Mély csendlő, mint szakadt a vész előtt, a vész kitört, vérfagylaló keze emberfejekkel labdázott az égre, emberszívekben dúltak lábai, lélegzetétől meghervadt az élet, a szellemek világa kialudt, s az elsötétült égnek arcain vadfénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, mint egy veszetté bőszült szörnyeteg, amerre járt irtóztató nyomában szétszaggatott népeknek átkai sóhajtanak fel csonthalmok közel. És a nyomor gyámoltalan fejét elhamvat városokra fekteti. Most tél van, és csend, és hó, és halál. A föld megőszült. Nem hajszálonként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, embert, a félig Istent, félig állatot, elborzadott a zordon műfelett, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, s az akföldtán vendéghajat veszem, virágok bársonyába öltözik, üvegszemén a fagy fölengedent, s illattal elkendőzött arcain jó kedvet és ifjúságot hazott. Kérjétek akkor azt a vénkacért, hová tevé boldog